Szeretettel köszöntök minden kedves testvérünket, érdeklődőket a Kezdők Alkalma című adásunknak a harmadik része következik. Igét olvasok fel, ami a bizonyságtétellel, tanúságtétellel kapcsolatos, mert ez ugye a fő témánk, hogy hogyan tegyünk bizonyságot Márkiről, az Úr Jézus Krisztusról elsősorban. Idézek most egy pár igét, talán már hallottátok is őket, majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta, kit küldjek el? Ki megy el követségünkben? Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küld. Ézsaiás 6. rész, 8. verse. Aztán a feltámadott Jézus is beszélt arról, hogy szüksége lenne a bizonyságtévőkre, tanúságtévőkre, akiknek azonban először erőre van szükségük, addig egy lépés sem menjenek, erő nélkül hogy is akarnának bizonyságot tenni. Olvasom a Jézus szavát, ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, és egész Júdeában, és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Apostolok cselekedeteiből olvastam, első rész, 8. verse. Aztán még olvasom a következő igét, én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, ezt Pál apostol írja, nem úgy érkeztem, mint aki ékeszólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét, mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítettről. Ezt a korintusiaknak írta Pál az első levele, második rész első, második versében. Tehát a hívő embernek elsősorban arról kell bizonyságot tenni, amit ő maga átélt személyesen a megváltásáról, személyesen arról a kegyelemről, amiben részesült, vagyis Jézus megmentő szeretetéről, és ennek a megmentő szeretetnek a bizonyságtétele, hogy a bizonyságtételnek Krisztus központúnak kell lenni, és nem én központúnak. Nagyon sokan abba a hibába esnek, hogy mindig az életükről mesélnek, a sok nyomorúságról, arról, hogy milyen keserűek, vagy éppen az ellenkezőről. De a bizonyságtétel lényege nem én vagyok, hanem a megváltó Jézus Krisztus, Krisztus központúnak kell lenni. Ugye azt mondhatjuk el, hogy hogyan ragadott meg minket Jézus Krisztus, a megváltó szeretete, és hogyan ismertük meg őt, az Isten fiát, mint urat és megváltót. Feltétlen meg kell osztani a hallgatókkal a bizonyságtételünk során, hogy milyen sokat jelent számunkra a golgotai kereszten történt áldozata Jézus Krisztusnak. A golgotai áldozat nélkül nem lenne bűnbocsánat, szabadulás, üdvössége az embernek. Aztán nagyon fontos, hogy a Krisztus szenvedéséről is tegyünk bizonyságot, és ismertessük meg a környezetünkkel a szenvedő Jézus Krisztust, az ő kihullott vérének a jelentőségét, az ő vérének az erejét. És a bizonyságtételünk befejező részében, feltétlen vagy záró részében benne kell lenni, hogy Jézushoz tartozom személyesen. Miben változott meg az életem? Hogyan születtem újjá, és hogyan élem az új életemet a Krisztusba?
és arról az örömről is bizonyságot kell tennünk, amit Jézus adott az új életünkbe, és be kell, hogy töltsön bennünket a szolgálat öröme, ennek ki kell, hogy áradjon. Soha nem felejtem el, a érettségi előtt álló diák voltam, amikor megtértem és új életet nyertem az Úrtól. Sok barátom volt hasonló korú, és igyekeztem elmondani. Egyszerűen kicsordult belőlem az Úr szeretete, és amikor bizonyságot tettem arról a Jézus Krisztusról, aki engem megváltott, és mássá tette az életem, akkor azt mondták a barátaim, onnan tudjuk, hogy nem hazudsz, hogy olyan öröm és békesség árad belőled. Ez a Krisztus öröme volt. Az az öröm, hogy beszélhetek Jézus Krisztusról, az én megváltomról, aki az ő szeretetével betöltötte az életemet, és fontossá tette, hogy ott legyen a mentő szeretet. Ha nincs meg a mentő szeretet bennünk, csak kötelességből mondjuk el, hogy keresztjének vagyunk, néhány ismeretet közlünk, avval még nem tudjuk az embereket Jézushoz vezetni, a Golgotai kereszt alá, hogy leboruljanak, hogy ők is részesüljenek a megváltás kegyelmébe. Aztán vannak ugye eltorzulások is a kegyelem értelmezésével kapcsolatban. Vannak, akik csak arról beszélnek, hogy Jézus jó barát, aki mindent elnéz, és hogy azt mondják, hogy az Ószövetségben tiltották az ember áldozat bemutatását, hogy lehet akkor az, hogy Isten akarta, hogy az ő fia megáldoztassék. Tehát minden ilyen dolgok vannak, de ez a válaszunk rá, hogy a Biblia tanítása azonban egyértelmű, vérkiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Zsidókhoz írt levél, 9. rész, 22. verse. Igen, és vannak olyan téveigések, amiket a mi korunkban is fennen hangoztatnak komoly emberek is, például, hogy nincs pokol, hogy nincs ítélet, hogy Isten olyan szeretető Isten, hogy ő mindenkinek üdvösséget adott, és hogy egyformán szeret, tehát nyugodtan élhetjük az életünket, a végén úgyis kegyelem lesz a vége. Ez nem egyezik meg az Isten írott szavával, a Bibliával, mert hogy Isten ítélő Isten, és valóban Isten kegyelmes Isten, és hogy minden emberért meghalt az Úr Jézus Krisztus a Golgotai kereszten, de csak azoké lesz a kegyelem, akik elfogadják. Olyan nagyon szemléletes az, ahogyan a Golgotai kereszt áldozatnál három kereszt állt. Mind a három kereszten megfeszítettek valakit középen, az Isten fiát, Jézus Krisztust, két jobb és bal keze felől pedig egy-egy törvényszegő olyan bűnözőt, akik valóban az akkori halálbüntetést úgy gondolták, hogy kiérdemlik, és mégiscsak az egyik kapott kegyelmet. A jobb keze felől lévő, hogy miért? Mert elfogadta, kérte a Jézus kegyelmét, és Jézus azt mondta, még ma velem leszel, ott, ahol én vagyok az üdvösségbe, velem leszel a paradicsomba. A másik, a bal kéz felől lévő csúfolódott, szitkozódott, átkozódott, nem kérte a kegyelmet, és nem is fogadta el. Mindenkinek van lehetősége, de aki kéri és elfogadja, aki pedig elutasítja, az Úr az szerint fog megítélni bennünket, hogy mit tettünk az Atya egyszülött fiával, Jézus Krisztussal. Elfogadtuk,
vagy elutasítottuk az áldozatát. Nagyon fontos, hogy ismerjük, sokat olvassuk a Bibliát, és hogy ige szerinti legyen a bizonyság tételünk, hogy ez megegyezzen Isten igéjével. Nem okos dolgokat kell mondani, amik tetszenek az embereknek, hanem a valóságos Urat, megváltó Krisztust kell megmutatni, aki majd jön ítélni eleveneket és holtakat. Tehát vérontás nélkül nincs bűnbocsánat, olvassuk a zsidókhoz írt levél 9. rész 22. versébe, és akkor beszélgessünk a bizonyságtevő testvérről, akit az Úr szeretete szorongat, és örömmel bizonyságot tesz. Egyet tudni kell, hogy mi eszközök vagyunk az Úr kezébe, és a Szentlélek Isten az, aki megszólítja az embereket, és szólhat rajtunk keresztül azokhoz, akik nem ismerik a megváltót, és esetleg még a hitük gyenge, vagy egyáltalán nem hisznek. Olyan csodálatos ez az ige, amit a Lukács evangélium a 10. rész 16. versében olvasunk. Aki titeket hallgat, mármint a bizonyságtevőket, az engem hallgat. És aki titeket elutasít, engem utasít el. És aki engem elutasít, azt utasítja el, aki elküldött engem. Vagyis itt az Úr megerősít bennünket abban, hogy ő ott van és velünk együtt munkálkodik a lélek által, és hogy bármilyen gyengének, erőtlennek, alkalmatlannak érezzük is magunkat, Isten kezébe eszközök lehetünk. Nekem nagyon sokat jelentett fiatal koromban, hogy az Úr a világ bolondjait választotta ki magának, hogy a bölcseket megszégyenítse. Ha Isten bizonyságtevője vagy, akkor örömmel add magad, hogy elmondd, hogy a számodra kicsoda Jézus, hogyan élted át a megváltást, milyen nehézségeid voltak, milyen nyomorúságból hozott ki az Úr és szabadított meg. És nagyon fontos az, hogy a megjelenésünk legyen bizalmat keltő, hogy fegyelmezettek legyünk, hogy mit is értek ez alatt, hát ugye ne használjunk sértő szavakat, ne bohóckodjunk, hanem barátságosan közeledjünk azokhoz, akikkel meg akarjuk osztani, hogyan talált meg az Úr minket. Vagyis itt azt értem, hogy legyünk fegyelmezettek, van egy időkeret. Nagyon sokan olyan dagályosan beszélnek, elkezdik mondani, és még egy óra múlva is mondják, és nem veszik észre, hogy a hallgatók figyelme már máshol jár, vagy éppen már igen kevesen vannak, mert hogy már nem tudják kivárni a végét, soha nem felejtem el. Egy evangelizációs istentiszteleten egy vendég ige hirdető volt, egy idősebb lelkész, és igen hosszúra nyúlt, a tékozló fiúról beszélt, nagyon sok mondani valója volt, de másfél óra múlva a mellettem ülő lelkész, aki szintén hallgató volt velem együtt, azt mondta, hát még másfél óra telt el, még nem ment el a tékozló fiú otthonról, de mikor fog hazaérni, ha addigra kiürül a templom. Szóval ezt nem fogom elfelejteni, és jót mosolyogtunk, de hogy nagyon fontos, hogy ne éljünk vissza mások idejével, és hogy egy időkeretbe tudjunk beszélni, mértéktartóak legyünk, és hogy valóban érezzék meg annak a súlyát, és a lényegre törőek, Krisztus központú legyen a beszédünk, és élő bizonyságtétel legyen, amit elmondunk. Hogyha nem él a bizonyságtétel, akkor nincs ereje. Ha beszélünk ugye formailag ezeket
erre tanítottak bennünket, hogy nézzünk az emberek szemébe, ne az asztal alá nézzünk, és ha lehet, akkor kerüljük a vitatkozásokat, a szóharcokat. Pál apostol is így tanította Timóteus. Mert hogy a szóharcokkal és a vitatkozásokkal nem a hitünk fog erősödni, hanem esetleg konkolyt vetünk a hallgatók lelkébe. A rámenősség, az erőszakosság, a meggyőzni akarás, az tulajdonképpen a gyengeségnek a jele. Nem nekünk kell az embereket meggyőzni, hanem a Szentlélek az, aki ott van és munkálkodik a mi erőtlen beszédükön keresztül is. Ha a Szentlélek munkálkodik a beszédünkön keresztül, a bizonyságtételen keresztül, akkor az emberek szíve megnyílik. Nem kell feszegetni akár vésővel a szívüket, és nagyon fontos, hogy valahogyan a Szentlélek a lelkek megkülönböztetésének az ajándékában részesítsen bennünket, hiszen lehetnek a hallgatóink között beteg lelkületű emberek, gyenge idegzetűek, depressziósak, hangulatzavarba szenvedők. És hogy nem az a lényeg, hogy bűntudatot keltsünk az emberekbe, hogy riogassuk őket, mert hiszen lehet, hogy éppen a vigasztalásra van szükségük, és ezt mindig akkor és ott a Szentlélek mutatja meg, hogy az emberek a kegyelmet ragadják meg, magát, az Urat, és hogy ne pedig a félelem, a szorongás vagy egyéb dolog miatt aztán nem tudnak rátalálni, hogy nem bűnbánatra jutnak, hanem esetleg egy ilyen búbánat vesz rajtuk erőt. Ugye a négy szem közti bizonyságtételre is nagyon sok példa van a Bibliában. Ha Fülöp evangélistára gondolunk, a Szentlélek indította, hogy menjen a járatlan útra és csatlakozzon ahhoz a szekérhez, amin ült a szerecsen komornyik, és amikor odafutott a szekérhez, mert a Szentlélek vezette, akkor megdöbbent, mert hallott, hogy Ézsaiás prófétát olvas ez a szerecsen komornyik hangosan. És akkor megkérdezte, hogy érted-e ezt, amit olvasol. Nagyon szép rész ez a Bibliában, úgyhogy ajánlom, hogy olvassátok el az Apostolok cselekedetei 8. része, 29. versétől lehet, vagy 8. részébe olvasható ez a történet, és hogy a bizonyság fölült mellé bizonyságot tett, Ézsaiást olvast, és Jézusról tett neki bizonyságot Fülöp, és megtért, hitre jutott, bemerítkezett, és örömmel ment tovább az útján. A komornyik, Fülöp pedig egy másik szolgálatra ragadt el a Szentlélek. Nem csodálatos dolog? Ebben a kis történetben benne van az, ami tulajdonképpen az ember, minden megváltott ember szolgálata, ennek az evangélista Fülöpnek volt a szolgálata, az Úr vezetése, ott lenni alkalmas időbe, és szólni az Isten igéjét, Krisztusra mutatni, és egészen a megtérésig, bemerítkezésig segíteni a vágyakozó lelkeket, és nagy öröm volt. Fülöp is örömmel ment a szolgáló útjára tovább, és a szerecsent is betöltötte. A Krisztus öröme, az üdvesség öröme. A samaritánus asszony bizonyságtételére, ha gondolunk, ott egy tömegnek való bizonyságtétel volt, hiszen az ott lakóknak mindnek bizonyságot tett, és azt mondta, hogy jöjjetek, lássátok,
aki megmondta nekem mindent, amit tettem, vajon nem ezé a Krisztus? És akkor ezt olvastuk, hogy erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá, márhogy Jézushoz. Ha őszinte a bizonyságtételünk, akkor azt az emberek meglátják, megérzik, és ők is akarnak abba az áldásba részesülni, ahogy a Samaria beliek is, mindenki akarta látni a Krisztust. Most ugye van még a bizonyságtételről, ha beszélünk, talán annyi idő még van, hogy a gyülekezet előtt történő bizonyságtételről beszélhetünk. Ugye ilyenkor erre föl szoktunk készülni, hiszen tudjuk, hogy közlik velünk, hogy mi leszünk a bizonyságtévők. Ilyenkor egy rövid bevezető részt mondunk, aztán például, hogy szeretettel köszöntelek benneteket, miről szeretnék beszélni, vagy néhány fontos gondolatot osztanék meg veletek, biztosan szívesen meghallgatjátok, az Úr Jézusról szeretnék beszélni. És hogy arról is beszélhetünk, hogy milyen öröm a számunkra, hogy elmondhatjuk azt, hogy hogyan is világosított meg bennünket Isten szent lelke, hogy Jézus Krisztus a megváltó. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy az ember átgondolja, és hogy valóban a Szentlélek meg is mutassa azt, hogy miről is tegyünk a gyülekezetbe bizonyságot, mire van szüksége a gyülekezetnek, és mi az, amit bennem is elvégzett az Úr, és esetleg másokban is el akarja végezni. És a bizonyságtételben nem szabad sértegetni, hogyha valaki igen. más hitben nőtt fel. Ugye Pál apostol a példa előttünk, hogy amikor az Areopágosz közepére állt, akkor így szólt, hogy aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szent helyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva az ismeretlen Istennek, akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Apostolok cselekedete 17-21. Igen, ez nagyon, engem ez mindig nagyon megragad, hogy Pál apostolnak milyen világossága volt, hogy az ismeretlen Istenről beszélt, különben meg se hallgatták volna a görögök, meg volt a maguk filozófiája. Itt is beszélhetünk arról, hogy a gyülekezet előtt való bizonyságtételnek is vannak nagyon primitív előadói, akik úgy kezdik, hogy hát nem tettem volna bizonyságot, de fölkért a lelkipásztor. Ezért aztán most nagyon gondolkodom, hogy van-e miről beszéljek. Szóval, ha Jézus bennem lakik, ha Jézus az én megváltóm, ha a mennyei atyám van a Jézus Krisztusban és a Szentlélek minden nap velem van, akkor bármikor alkalmas és alkalmatlan időbe felkérés nélkül is kell, hogy ott legyen az élő bizonyságtétel. És ami még nagyon fontos, hogy bár egyéni szívtől szívig való bizonyságtételről van szó, vagy nagyobb közösség előtt való bizonyságtételről, nagyon fontos, hogy a szavaink mögött ott legyen a szeretet. Mert ha az emberek azt érzik, hogy valami ügynek akarjuk őket megnyerni, vagy egyik egyházból a másikba akarjuk bebolondítani, vagy kibolondítani, bocsánat a kifejezésért őket, vagy kényszeríteni akarjuk őket a megtérésre,
akkor csak az ellenállás fog belőlük előjönni, és hogy az a leglényegesebb, hogy megérezzék azt, hogy az Úr szereti őket, és az Úr szeretete lelke kell, hogy vonja őket, és ennek a szeretetnek belőlünk kell, hogy kiáradjon. Pál apostolból ez mindig kiáradt, amikor a börtönbe volt. Ott volt ez a szerencsétlen, szökött rabszolga Onézimos. Pál apostol a legnagyobb szeretettel tudta őt Krisztushoz vezetni.